Na jó reggelt mindenkinek. Újabb történések történtek a házba. Azt mondja, amióta nem jelentkeztem, azóta itt csönd volt a házba. Tegnap előtt, tehát nem tegnap este, hanem az előtti este visszajött a srác az alsó a hölgy, tehát aki az alattunk lévő bérlakásban lakó hölgyhöz. Aztán Miss Fakenkóhoz. Így hívja a csávó. Jaj. Na mindegy. Aztán tegnap előtt este az éjszaka zene volt. Hát nem volt ez a tombolás, ez, meg minden. Még mindig lehet látni, hogy hordogatják ki a csecsemő bölcsőtök, ez az Isten haragjáig mindent hordanak ki a ház elé, gyakorlatilag mindent pakolnak ki a házból. Hát minden össze van törve. Hát nem tudom, tehát ez így jó. Ez így megfelel az önkormányzatnak, meg a hogy is mondják, közösségi életszabályainak, mert nem tudom, én nem akarok betartatni emberekkel semmit. Félre ne értsük már egymást. De vannak olyan dolgok, amit úgy iratlan szabályként be szoktak tartani. De most mindig fatalnak mondtam, hogy iratlan szabályokat csak akkor ismerem el, ha leírnak. Itt a másik része, hogy amikor aláírt ezt a A4-es papírt, mert így mutatom, hogy kilóg a képből, A4-es papírt, szerződést a lakásba, akkor bizony ott az volt, hogy tisztelet a szomszéddal, csend, bra, mindenféle olyan dolog, amit le kell írni, basz meg, egy hétköznapi embernek, mert nem fogja föl. Itt se fogja föl. Engem anyám megtanított el. Apám megtanított el. Nagymamám, nagypapám megtanított el. Mi az, hogy tiszteld a szomszédot? Először is köszönsz a szomszédnak. Másodszor meg köszönsz a szomszédnak. Szóval köszönsz a szomszédoknak, tiszteld a szomszédokat, meg úgy viselkedsz, nem zajongsz, hogyha nem muszáj. Hallgathatod a zenét, de tisztelettel a másik iránt, lehetőleg éjszaka nem. Meg gyakorlatilag elgondolkodtam rajta reggel, hogy mit mondott a nyúnyó. Hogy ugye arról volt szó, hogy bejelentette a csaj, vagy nem tudom ki az önkormányzaton, hogy mi kiszórjuk a kaját az emeletről. Kis jött az önkormányzat, elkezdtek jappogni. Na jó, csak hogy. Azt mondja, hogy de hát, bocs, de többi szomszéd kiszólja a kaját az udvarra. Akkor én miért ne szóljam ki? És akkor megadtam, hát nem akarok több balét. Aztán elgondolkodtam rajta, mit mondott. És tényleg elgondolkodtatom. Mert nekik szabad, nekünk nem. Tehát be akarsz szólítani minket mindenféle sorokba. Ő zöröghet, mi nem. Ők csinálhatják, mi nem. Mi nagyobb szankciókat kapunk, ha valamit csinálunk, már rendőr itt van, az bevisz a rendőrségre. Aztán ott a Priuszom a rendőrsége. Azért, mert hangosan szóltam 10 méterre a Covid alatt a szomszéd. A mai napig nem voltam vele bíróságon. Vágod? Passzív diszkrimináció. Azt így hívják. Na szóval, annyit akartam mondani így rövid dióhéjba, hogy megint elkezdődött ez a zörgés. Majd meglátjuk, mi folytatódik. De
Ja, meg még föl fogom rakni azokat a hangokat, eltorzítva, amit már ígértem, hogy gyakorlatilag ültem a szobába, és egy az egyben hallottam az örgést. Oké? Okay? Tehát mint hogyha ott lett volna a szobában az örgés. És akkor mondja Nyugy, hogy pára meg minden, hát nem tudom. Vagy hogy ki van örülve az alsó lakás, és azért hallatszik ennyire. Hát nem tudom. Szerintem ott más is volt. Bekapcsolt mikrofon esetleg valahol. Csak ráment a hifire. Fura. Minden esetre hülye játék a szomszédokkal. CPC tréningen felmerült ez a kérdés, mert voltam ez a GKI vezetői prapra Magyarország, nem tudom, hogy hívják. Egy harmadik kártya a kamionos jogsihoz. CPC, takográf, jogsi. Így vezetett kamion. Ah! Bocs. Áj. Előtte még elmennek veled vezetni. Előtte még beültetnek egy iskolába, és utána esetleg talán vezetheted a céges kamiont. És aki körülötted van az úton úgy, ahogy megy el, vezet el, az meg lehet, hogy puszira, ezt értsd angolul, kapta a jogosítványt. És hogyha valami balhé van, a kamionos az hülye. Na szóval. Megbeszéltük azt a, ez nem? CPC tréningem. Hogy mi van akkor, hogyha a szomszéd miatt te nem tudsz pihenni. És azt mondták, be kell menni a munkahelyre, ilyenkor, és jelenteni kell. Írásba, szoba is írásba, hogy te miért nem tudsz pihenni. És hogyha a főnököd úgy gondolja, akkor nem mehetsz ki. Kamionozni. Vágod? Még egyszer mondom, nem mehetsz ki. Ezt mondjuk háromszor megteszed, és utána kirúgna. Mert nem tudod ellátni a munkádat. Alkohol, drog, és kipihent állapotban, alkohol, drog mentesen, és kipihent állapotban kell megjelenni a munkahelyen. A megfelelő védőfelszerelésekbe. Tehát munkára alkalmas állapotban. Kettő? És ehhez asszisztál az önkormányzat. Igaz, most már rendőrségre tudja meg az önkormányzat mindig, hogy mi történt. Hát de ezt akarták. Na, szóval, ez van, legyetek jók, szomszédra nem veszekedni, valami balhé van, nem átmenni a UK-ba, rendőrt hívni, önkormányzatot felejtsd el, hívd a rendőrt 101, illetve online be tudod jelenteni a Police Scotland, illetve Angliában gondolom van a Metropolitan Police weboldalán, le tudod írni. Ugyanis, amikor a szomszéd balhézik, te felhívod a rendőrt. Hallja a szomszéd. Leírod? Nem hallja. Csokottatlak. Na ennyi voltam. Sziasztok, legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít.